El is értem hármas határhegyre, itt van mögöttem a város. Fecóval most váltunk el, felvette a filmhez legszebb felvételeket, és mostantól már hivatalosan is a kék túrán vagyok. Hát onnan jöttem most, és még őszintén szólva nem annyira vagyok, még a felénél sem mai távnak. De tudom, hogy a mai nap nagyon nehéz, úgyhogy ezzel a jó tudattal jövök most. De egyébként nagyon jó az idő, nagyon szerencsém van, nincs túl meleg, azt leszem, mint vagy most felfele jöttem, tehát ugyanúgy izzadok. De az idő nagyon-nagyon jó, és pont azért örülök is, hogy májusban kezdtem, mert nem tudom, hogy augusztusban milyen lenne. Na jó, van, megyek tovább. Jó reggelt! Képzeljétek, itt vagyok a Báró 5-ös Lorent menedékházban, itt dobogókön. És képzeljétek el, hogy már nem volt szabad hely, és ennek ellenére kaptam egy szobát, ami ez a könyvtárszoba, itt aludtam. És elvileg ez nem olyan szoba, amit így kiszoktak adni, hanem hogyha valakinek kell, akkor odaadják. Úgyhogy nagyon köszönöm a menedékháznak, amiért támogatták ezt a túrát ezzel a szállással, mert egyébként vendégül láttak itt a túra és a film miatt, szóval nagyon-nagyon köszönöm. És tegnap már nagyon fáradt voltam videót felvenni. Közel 30 kilométert mentem, kb. 30-ot mentem igazából, és nem volt könnyű, hiszen első nap, tehát alapból nehéz volt. Azért a táskám még mindig nem a legkönnyebb. Az baj, hogy nem tudok belőle most lejjebb adni. Tehát nincs benne semmi fölösleges. Minden, ami benne van, arra szükségem van a következő hetekben. Szóval sajnos ez van. De igyekszem könnyíteni majd rajta, amint tudok. Tehát amint a laptopomat ki tudom venni, kifogom, meg... Hát minden nyilván fogyni fog belőle, meg... Hát nem tudom, hogy a sátrazós tudsz, hogy lesz, mert az viszont kell, minden kell bele, hogyha esetleg lesz olyan, hogy nem kell sátraznom. Na mindegy, ezt majd kitalálom útközben. A lényeg, hogy ezért is nehéz volt, meg azért a terep is nagyon nehéz. Ugye hármas határhegyről jöttem dobogókőig. Nagyon sok az emelkedő, ez a felle-felle-felle. Úgyhogy kemény volt, meg hát első nap. Az első nap mindig nagyon nehéz, és még a második nap is nehéz lesz, meg a harmadik is, szóval ezzel tisztában vagyok. És képzeljétek el, annyira vicces volt, hogy ugye itt vagyok ebben a privát szobában, és reggel 6:20-kor bejöttek, mert kellettek cuccok innen, mert ez egy raktár is, és annyira vicces volt, ahogy mind a ketten ilyen, vagy hát ők hárman voltak, én meg egyedül, de hogy mindannyian ilyen meglepetten néztünk egymásra, hogy én nem értettem, hogy miért jönnek ide 6:20-kor, és mondtak, a teljesítménytúráznak is kell pár dolog. Ők még nem értették, hogy mit keresik itt aludni. Na mindegy, elég vicces volt, szerencsére jó kedvemben voltam én is, meg ők is. És amúgy is felébredtem, mert nagyon világos van, lehet, hogy kéne nekem egy szemmaszk. És így meg dolgoztam egy kicsit reggel, ami jó volt, mert ugye azt mondtam, hogy most sajnos dolgoznom kell még egy darabig, még egy két hétig biztos, úgy, hogy a doktori miatt is, meg az ügynökségnek is, de az ügynökségnek amúgy is fogok dolgozni, de azt szerintem egész könnyen kezelhető, egyébként akár tablettel is, nyilván bele kell tanulnom, de szerintem azzal nem lesz gond. Na mindegy, szóval most még az is nálam van, és így reggel dolgoztam egy kicsit, de most jó, mert most már 2 órát dolgoztam, mielőtt indulok. Viszont most már 8 óra van, úgyhogy lemegyek reggelizni, pecsételek, és utána indulok tovább. Látjátok, hogy itt nagyon lejt. És ez azért tök szuper, vagy nem az, hogy lejt, hanem hogy itt vagyok, hogy ez az egyik első gyerekkori emlékem, hogy dobogókőre jövünk szánkózni. És nem tudom, hogy hány éves voltam, mert nem annyira emlékszem semmire ebből az időszakból, de arra emlékszem, hogy én itt gyerekként szánkóztam. Most a túrabottal jövök, először jövök ezzel a túrabottal, és egyébként nagyon hasznos, és nem tudom megmutatni, hogy jövök vele, de nyilván úgy csinálom, hogy egy kicsit rakok rá a súlyomból,
és így sokkal könnyebb menni, mert így kevésbé csúszós, szerintem, hogy nem a teljes súlyom van rajta, meg legalább látom, hogy mennyire mély a sár. És én először túrázok túrobottal úgy életemben, úgyhogy nagyon hasznos. Most már kétszer át kellett úgy kelnem a patakon, hogy nincs híd. Látjátok, tiszta piszok, de most már átváltottam papucsra, mert még lesz legalább kettő ilyen. Úgyhogy most majd így hozom magammal inkább a cipőmet. Amúgy ezek nagyon bosszantóak szerintem. Ez a legrosszabb. Svédországban is ezt utáltam a legjobb, amikor át kell kelni egy híd, amikor át kell kelni egy folyón, vagy egy patakon, és nincs híd. Mindegy, most legalább van nem papucs. Itt vagyok, a visegrádi bopája mellett, bocsi a hajért, meg a kinézetét, és ez is egy tök fontos emlék az életemben, mert másodikba ide jöttünk osztály kirándulni, úgyhogy nagyon tisztán emlékszem rá. Egy tök jó érzés elmenni most mellette. Reggelt, tegnap volt az első sátrazásom. Itt van a sátram. Ez egy bivaksátor, egyszemélyes, úgyhogy nagyon egyszerű mind hordozni, mind összerakni. Én tegnap raktam össze először, de nekem is nagyon egyszerű volt. És nyilván van alatta ez a kis fólia. Fú, nem is tudom, hogy mondják ezt. Lényeg, hogy alulról ne nedvesedjen. Ma lesz a harmadik nap, és hát ez biztos, hogy nagyon nehéz lesz, mert nehéz szerep lesz, és a harmadik nap mindig nagyon nehéz. De hát ezzel a tudattal állok neki. Úgyhogy ez lesz ma, a nagy hideg helyre fogok felmenni. Sziasztok! Ó, mindjárt lemerül. Na mindegy, gyorsan elmondom, hogy éppen a nagy hideg helyre tartott, és megpihentem itt pár farenken. Ah, pontosan úgy is nézek ki, mint ahogy érzem magam. Egy ilyen 500 méteres emelkedőről van szó, most már szerintem a nagyja megvan, már csak 80-valahány méter emelkedő van hátra. Nagyon fáradt vagyok, ez a harmadik nap, ugye szerintem az előző ilyen bejelentkezésben is mondtam. Sziasztok, éppen nagy hideg helyen vagyok. Itt van mögöttem a csodálatos táj, és körülbelül reggel 7 óra van, most bejövök a szobámba. És most indulok, sötét van, most indulok meg mászni a csóványost, ami hát magas, 900 valahány méter. És itt maradtam ebben a szobában, ezt kaptam a nagy hideghegyi turistaháztól, ők is támogatták a projektet ezzel a napi szállással, úgyhogy nagyon köszönöm nekik. És nagyon jól is éreztem magam, szuper kényelmes volt, és nagyon-nagyon szép a táj tényleg. Szóval nagyon örülök, hogy itt maradhattam, és hát a mai nap is hasonlóan durva lesz, de nem annyira, mint a tegnapi, úgyhogy nagyon várom. Sziasztok! Ilyen fordítottam fel, pillanat. Itt vagyok, megfordítottam. Itt vagyok Katalin pusztán, és a Szepi fogadóban szálltam meg. Mindjárt 5 óra is indulok, most már a nap felkelt. És megpróbálok meg akartam mutatni. Na jó, ez lehet, hogy nem a legjobb felvétel volt. Megpróbálok 16:45 előtt Romhányba érni, mert akkor kezdődik az órám, a nyelvórám, és ha sikerül, akkor szuper, ha nem akkor valahol előtte megcsinálom. Tegnap egy kicsit nehéz estém volt, mert úgy éreztem, nem bírom megcsinálni az egyik napot, ahol vissza kell mennem Pestre. Nem jó a tömegközlekedés, na mindegy, most így kitaláltam, hogy kéne, de nem annyira örülök neki, így van, de ha ez nem sikerült volna, az problémás lett volna. Na mindegy, szóval tegnap volt egy kis kavar a fejemben este, de most már minden oké, és ma megyek tovább. Sziasztok! Ma nem nagyon videóztam, kicsit átrébb rakom. Szóval ma nem nagyon videóztam, mert
arra koncentráltam egész végig, hogy érjek ide időben erre a zarándokszállásra, hogy a nyelvórámat tudjam már innen csinálni, ne pedig a szabadban, és közben eszek. És így igazából nem nagyon videóztam napközben, de nagyon szép helyen jöttem. Egy hegyet kellett megmásznom az elején, a Nassait, az nagyon klassz volt, mármint ahogy kinézett az erdő, nem pedig a felfelé menetel, viszont annyira a kilátás a tetején nem volt nagy szám abból a szempontból, hogy van egy ilyen tök random kilátó, de annyira így nem volt annyira ünnepélyes a megmászása, és utána pedig jöttem, főleg lefelé jöttem, és utána még egy pici hegy volt, a Romhány hegy, és most pedig Romhányban vagyok, ezen a klassz zarándokszálón, amit láttatok mögöttem. Jó, mondtam, hogy enni fogok, de aztán közben nem is eszek. Ilyen előre készített lecsót vettem, és kenyérre veszem, mert ma egyáltalán nem volt kedvem készíteni semmit. És meg egy kicsit dolgoznom is kellett, úgyhogy még most így az első héten próbálok lavírozni ezek között, nem annyira könnyű, meg pihenni is akarok, de azért dolgom is van délutánonként, szóval azért ez nem könnyű így. De ez hamarosan jobb lesz. És azt akartam mondani, hogy ez a romhányi zarándokszállás, a Szent György zarándokállás nagyon jól néz ki amúgy, szerintem nem olyan rég lett felújítva, és ők is felajánlottak egy éjszaka szállást ehhez a 2550 projekthez, úgyhogy nagyon köszönöm nekik, és nagyon jól is néz ki. Főleg ez az előtér, de van mosógép is, szárítógép is, én azt most használtam is, a mosó is tök jó, és a szobában most nagyon szétpakoltam a cuccaimat, úgyhogy lehet, hogy ezt majd később mutatom meg, vagy reggel. Minden esetre nagyon köszönöm szépen ezt a szállást is, és nagyon jól esik, úgyhogy szuper, és abszolút nem csak ezért, hanem amúgy is mondom, hogy jól néz ki, úgyhogy gyertek bátran. Nézzétek, most egy gyönyörű helyen járok. Itt épp Pecske felé tartok, és minden nagyon szép és harmatos. Az mondjuk nem annyira jó, hogy egy kicsit átözik a cipőm, mert most már annyira vizes volt az elmúlt egy óra, hogy szerintem elengedte magát, és sajnos nem tudom kicserélni az aknimat szárazra, mert ugyanilyen lesz, úgyhogy ennek nem annyira örülök, mert ilyenkor jöhetnek a vízhólyagok, sajnos. Nem, mindegy. Remélem, hogy nem lesz nagy gond, de tényleg nagyon-nagyon gyönyörű. És most, hát reggel 9 van, azt hiszem, szóval nyilván senki nem járkál itt, és nagyon szép. Íme a pokol kapuja. Ezen kell átmenni, de régigérő talán csodás lesz. Most már felvettem a hosszú nadrágot, de nem tudom, látjátok-e. Nem fog elcsípni, és még 45 percre vagyok Becskétől. Körülbelül 20 percre vagyok a mai célomtól, Teréntől, és ez az egyik kedvenc részem, nem tudom mennyire látjátok, mikor így ráfordulsz az úton, és már lehet látni a falut, hogy várost, ahol vagy, azt nem a legjobb. Hú, most nézem, hogy nagyon cafetről nézek ki, de hát reggel 6 óta túrázom, szóval azért ez nem meglepő, de most már mindjárt ott vagyok. Jó reggelt! Itt előttem ezen a nagyon aranyos szálláshelyen, Terényben, és most indulok. Egy elég hosszú nap áll előttem, 30-valahány kilométer, jó sok emelkedővel, és kicsit keveset is aludtam, mert még 5-ből Londonban dolgoztam, meg most még mindig a táskám is nehéz. Úgyhogy ez az egyik legnehezebb nap lesz. De azzal próbálok gondolkodni, hogy ezután sokkal könnyebb lesz, még ma fogok pásztón lenni, ami tök szuper, meg ma este forgatós napunk is lesz, meg holnap reggel is, és megpróbálom este befejezni ezt a feladatot, és akkor tényleg a laptopot már nem viszem magammal, szóval ma az lesz a motivációm, hogyha ma ezt túlélem, akkor utána minden kicsit könnyebb lesz. A szállás meg nagyon tetszett, most pedig mindjárt 6 óra van, úgyhogy indulok. Nemrég hagytam el Hollókőt, úgyhogy most már hazai pályán mozgok. Pont egy olyan ösvényen, ahol én már többször jártam. Itt van a kész kilátó is, vagy az Isten tenyere. Hát,
szobor, kilátó, majd látni fogjátok. És ami olyan jó, hogy képzeljétek el, hogy a nagyszüleim kijöttek Hollókőre, és elvittek tőlem egy csomó szüzet, ami most már nem kell a délután hátra levő részében, úgyhogy most egy nagyon könnyű hátizsákkal vagyok. Az utolsó ilyen kb. 10 kilométeren, úgyhogy ez most nagyon-nagyon jól esik. Sziasztok! Épp a Tapkai kilátóban vagyok. Nem tudom, mennyire fog hallatszódni, mert elég szeles az idő. De majd megmutatom a tájat minden esetre. Azért elmondom, aztán majd elvárjuk, hogy mennyire hallatszódik. Feljöttem ide, előre hoztam az ebédemet egy kicsit. Tegnap pedig Bászton voltam. A családommal az nagyon szuper volt. Feltöltődtem teljesen, szóval nagyon jó volt a komfort is, meg hogy együtt voltunk. Nagyon szeles. Mondjuk egy kilátóban vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy nem lenne szeles. Sziasztok! Itt vagyunk a Kajtetőn, a vakszállásban. Nagyon érdekesek a fények ezektől a színes üvegablakoktól. És már ide be is cuccoltunk, már Rány is itt van, csak most lent van szolnyozni. És nagyon klassz, még sosem aludtam itt, de már nagyon régóta szerettem volna. És szerintem nagyon extra lesz. Kajtetőnál vagyunk. És hogy itt vagy? És hogy itt vagy? A kilátásban? Az épületben? Nem, I'm asking, how come you're here? Mert te kérdeztél? Megkértelek. Holnap együtt sétálunk. És tudod hova? Igen, Kékestetre. Igen. Már volt. Voltunk ott. Igen. Már van az a vicc is. Igen. De nem itt a szálláson, csak a tetején. Igen, ez igaz. Most vagyunk először a szálláson. Most? Vagyunk először a szálláson. Igen, az igaz. Igen. Szóval Ren egy napra becsatlakozott a két körömbe mai között ide, a Kajtetű szállásra, a Bibakra, ahogy látjátok, és holnap megyünk együtt a Kékesre, és utána Ren hazamegy, és majd dolgozom később. Dolgoznom kell. Igen, nekem egy gyalogolnom. És tetszik ez a szállás? Igen, szerintem érdekes lesz a naplemente is. Igen. És 8 óra után szabály, hogy felmenni, de nem nekünk szerintem. Ja, mi szerintem felmehetünk, igen. Mi felmehetünk, de a másik emberek. Hát igen, jó nekünk. Szerintem jó lesz. Igen, nagyon van. És most vacsorázni. Vacsorázni kell. Igen, most lemegyünk vacsorázni. Sziasztok! Kékestetőn vagyunk. Aha, és milyen volt a mai... de sötét, várjunk. Nem, nagyon sötét. És milyen volt a mai... Jó, nem túl nehéz szerintem. Szerinted? Könnyű volt, nem, szerintem sem volt nehéz. Szép volt. Igen. És milyen volt a szállás? Hogy aludtál ma? Nem jól aludtam. Miért? Mert... kellemetlen? Hát kicsit, kényelmetlen. Kényelmetlen. Jó, de amúgy nagyon szép volt. Igen, szép volt. De szép volt. Kicsit kemény nem, volt. Nem sokat aludtam. Igen, de egyszer jó volt. Amúgy én ajánlom, csak nagyon puha matracot kell vinni. Na, megmutatom Kékest. Sziasztok, ma van a 10. nap vége.
Épp úgy nézek ki, mint aki 10 napja túrázik, de legalább autentikus, és arra gondoltam, hogy ez egy jó befejezése lehet ennek a résznek, hiszen 10 nap pont elég arra, hogy hát, hogy belejöjjünk a túrázásba, de hát nyilván annál hosszabbra most nem annyira akarom húzni ezt a videót, mert még sok ilyen 10 nap lesz. Hát, amint látjátok, azért megviselt az elmúlt pár nap. Most itt vagyok a telekesi szálláson. Nagyon szétpakoltam, de egyébként egy klassz szobám van, és nekik is nagyon köszi, hogy támogatták ezt a projektet egy éjszaka szállással. Nagyon hálás vagyok érte, úgyhogy ez szuper. És hát mindenféle érzelem végigment rajtam az elmúlt 10 napban. Onnantól kezdve, hogy teljesen kimerültem, hogy elhittem azt, hogy nem fog sikerülni, mert egyszerűen lehetetlen, hogy sikerüljen. Itt a szúnyog amúgy. Szemmel tartom. Addig, hogy reménnyel teli legyek, hogy találkozzak a családommal, ránynal. Azok nagyon feltöltőek voltak. Nagyon sok mindent éreztem. Nyilván az első itt a legnehezebb. De nagyon szép helyen is jártam. Vagy hát szép helyeken is jártam így többes számban. Szóval... Hát ilyen ez a kék kör, nyilván ez a fajta videó arról is szól azért, hogy én hogy érzem magam, nem csak arról, hogy mit érdemes megnézni, de azért remélem sok mindent láttok benne, hogy milyen helyek vannak, ahova lehet kirándulni, menni, úgyhogy ez abszolút cél, de nyilván nem egy ilyen úti film, hanem inkább, hogy érzem magam, de a... Jobb a része ennek amúgy is, remélhetőleg a dokumentumfilmben lesz, amit szerintem be is linkelek, mert már vannak közösségi média oldalai, úgyhogy azokat is meg tudjátok majd nézni. Na jól van, folytatom majd a következő kékkörös videóban. Sziasztok! Thank you.